Nagyon érdekes felvételi szögből fogjuk tanulmányozni a tenyeres pörgetett alapítás jellemzőit. Innen hátulról felülről egyértelműen kiderülnek olyan ütéstechnikai részletek, amelyek sajnos még ma is vitatottak az ütés oktatásánál. Tisztán látjuk az ütővezetés körkörös jellegét, gyakorlatilag nincs a körívben előre felé mutató egyenes szakasz. A labda az ütőfej által leírt kör érintőjének irányába röpül el, egészen minimális a találat előtt és után ennek a körív szakasznak az úgynevezett kiegyenesítése. Megfigyelhető egy kicsit enyhébb ívű fő ütés szakasz, de szó sincs egyenes vonalú ütő előrevezetésről. A játékos teste ezzel a körkörös ütővezetéssel tökéletesen összhangban szintén forgó, rotációs mozgást végez. Ez a legfontosabb, állandó mozgásfajta, szinte minden tenyeres pörgetésnél ezt látjuk. Az összhang lenyűgöző, szépen, szinkronban együtt mozog az ütő és a felsőtest. Ne felejtsük el, hogy ez a felsőtest rotáció és az ehhez értelemszerűen kapcsolódó teljes törzs rotáció az, ami az ütőnek a körkörös lendületet adja. Ez pedig az ütés erejének a fő forrása. A játékos tenyereseit lábbal nagyon erősen támogatja, innen persze ez kevéssé érzékelhető, de azért látható a behajított lábhelyzetből a nagyon erőteljes kirugózás, a nyújtás. Ez az erős pörgetésnek az egyik fő forrása, az ütő határozott lesülyeztése és a csukló forgatás mellett. Utóbbi kettő, tehát az ütő lesülyeztése és a csukló felfelé és befelé forgatása, ez a snapping, ebből a szögből nagyon kevéssé érzékelhető, ehhez oldalról készült felvételek kellenek, amiket szerencsére szintén megnézhetünk majd. Nézzük, mi látható a csukló mozgásából felülről. Az ütőlesülyeztési helyzetben a közel derékszögre nyitott csukló a találatig fogja gyorsítani az ütőfejet. Ezt onnan láthatjuk, hogy a találati pontban a szög jóval nagyobb lesz derékszögnél, az ütőfej a csuklónál gyorsabban jön tehát előre. Ez a bizonyíték a laza csukló aktív felgyorsító szerepére.